Ha lehetőségük nyílna arra, hogy 15 kérdést feltegyenek Istennek, akkor mi mindent kérdeznének tőle? El lehet ezen gondolkozni, de a Bhagavad Gita tulajdonképpen nem más, mint Isten egy kiemelkedő nagy hívének 15 kérdése Istenhez, ami a saját személyes létére vonatkozik, de ugyanakkor univerzális érvényű. És ebből kifolyólag a Bhagavad Gita rendkívül népszerű évezredek óta. A Mahábhárata, ahogy Shyama Sundar Prabhu mondta előttem, egy nagyobb műnek, a Mahábhárata-nak a része, néhány fejezete, 18 fejezet a Mahábhárata-n belül, és stílusát tekintve a védáknak ahhoz a részéhez tartozik, amely széles közönségnek szól. Lesz szó a Mahábhárata cselekményéről és általában a műről, ezért én arról most nem fogok beszélni, de tulajdonképpen a Bhagavad Gita ez a fénypontja, a dramaturgiai csúcspontja a Mahábhárata-nak, amikor legizgalmasabb a cselekmény, amikor már magukkal ragadtak minket az események, a legkiélezettebb helyzetben egy filozófiai párbeszéd hangzik el. Szóval azok, és legtöbben ilyen vagyunk, hogy jobban vonzódunk a történetekhez, cselekményekhez, kivel mi történt, akiket ez magával ragad, hirtelen minden megáll, és az emberi lét legmélyebb kérdéseiről hallunk. Úgy is fogalmazhatjuk, hogy a védikus irodalom egy olyan pedagógiát alkalmaz ebben az esetben, mint amikor a gyerekeknek cukorral bevont gyógyszert adnak. Izgalmas a cselekmény, átéljük a Mahábhárata dolgait, de hirtelen megkapjuk a gyógyszert, és megkapjuk azt a nagyon mély lelki tanítást, amit a Bhagavad Gita tartalmaz. Abból kifolyólag, hogy a Bhagavad Gita ilyen filozófikus tartalmú, nagyon mély, és az ember szívét mélyen megérintő tanításokat tartalmaz, és mivel tömör, ezért önmagában is nagyon ismert és olvasott. Ez igaz Indiában is, és igaz azon kívül is, eredetileg a Bhagavad Gita is szanszkrit nyelven íródott, és a nyelvezete, hát legalábbis a mi számunkra filozófikus, a filozófia nagy területeit érinti, de amikor megértjük a tanításokat emögött, akkor nagyon érezzük mindennek a relevanciáját. Az idők során, ugye a hagyomány szerint a Bhagavad Gita több mint 5000 éve hangzott el, a fennmaradt magyarázatok, klasszikus magyarázatok, szanszkrit nyelvű magyarázatok között néhányat csak megmutatok, nem sorolom fel őket. Azokat a nagy lelki tanítókat látjuk itt felsorolva, akik az elmúlt évszázadokban ilyen kiemelkedő szanszkrit nyelvű, tehát tradíción belüli, valamely tradíción belüli magyarázatot fűztek hozzá. Ami érdekesebben, hogy ezek közt a nagy tanítók között találunk olyanokat, akik Krisna hívők, Vaisnavák, ami mondhatjuk, hogy evidens, mert a Bhagavad Gita-t Krisna beszéli el, tehát nyilvánvaló, hogy a Krisna hívők számára ez kiemelkedően fontos. De látunk köztünk sajvitákat is, tehát Sivának a tisztelőit, látunk köztük impersonalistákat, akik személytelen Isten felfogással rendelkeznek. Vagyis a Bhagavad Gita-t, lehet, hogy nem minden részét, de egyes verseit, egyes tanításait nagyon különböző filozófiai iskolák is magukénak tekintik, vagy értelmezik. Az a fordítás, amelyet mi itt a főiskolánkon tanulmányozunk, Srila Prabhupádnak, Észi Bhaktivedanta Swami Prabhupádnak a fordítása és a hozzáfűzött magyarázata, ennek az első kiadása az Egyesült Államokban, a Macmillan kiadótól 1968-ban jelent meg. Prabhupád fordításának, aki ugye a főiskolánknak is a névadója egyébként, a jellegzetessége, hogy nagyon következetesen tartja magát a Vaisnava tradíciónak, tehát a Vishnu-Krishna hitű tradíciónak a felfogásához, tehát nem valamiféle egyéni gondolatokat erőltet bele, mert a Gitának léteznek nyugati interpretációi is, ami, ahogy korábban elhangzott, elég kérdéses, hogy a
kontextuson, a társadalmi kontextuson kívül valaki mit lát bele, mit ért bele, vagy milyen saját gondolatát akarja beleerőltetni, belemagyarázni egy műbe. Ugye Prabhupád megközelítése távol áll ettől, és azt hangsúlyozza, hogy nincs más dolgunk, mint hogy a korábbi tanítóknak a megértése alapján és Krisnának a szándéka alapján közvetítsük azt, adjuk át azt, amit a Gita mondani szeretne. Az erejét mutatja ennek a fordításnak és ennek a megközelítésnek, hogy az elmúlt évtizedekben 60 nyelvre fordították le Srila Prabhupád Bhagavad Gitáját, és több 10 millió példányban nyomtatták ki. Ez azt jelenti, hogy az emberiség mindenkori könyv listáján, a Bhagavad Gita top 10-ben, de az is lehet, hogy a top 5-ben benne van, tehát a legnagyobb példányszámban nyomtatott és legtöbb ember által olvasott könyvek közé tartozik. Szóval ez mutatja a jelentőségét, és mutatja azt, hogy mennyire időtlen, hogy a konferenciánk címe mondja, hogy időtlen tanítás, és mennyire kultúrák fölött álló a Bhagavad Gita, hogy ami 5000 éve releváns volt, érvényes volt Arjunának, egy harcosnak, a Mahábhárata egyik szereplőjének, mind a mai napig emberek milliói érzik azt, hogy ezek mondanak számukra valamit, és alkalmazhatóak, hasznosak az életükben, és az önmegvalósításukban. A Bhaktivedanta magyarázatok, Prabhupád magyarázatai ezen az egy könyvön belül 500 hivatkozást tartalmaznak más korábbi tanítókra, körülbelül 500. Más védikus írásokból hoz Prabhupád idézeteket, vagy pedig korábbi nagy lelki tanítómestereknek, Vaisnava tanítómestereknek a magyarázatait idézi, teljesen beleszövi a magyarázatát a hagyományba. Ugye ez adja ennek a megközelítésnek, és általánosságban véve a Vaisnava megközelítésnek a hitelességét, hogy az ember nem talál ki újat, csak érthetően az adott közönség számára befogadhatóan mondja el azt, amit korábban elmondtak. Mert hogy Prabhupád egy kulturális fordítást is végrehajt, nem csak egy nyelvi fordítást, hanem tekintettel van arra, ugye ezzel a szándékkal fordította Prabhupád a Gítát, hogy olyanok, akik nem Indiában születtek, nem tudnak szanszkritul, nem ismerik a filozófiai koncepciókat, amik a hinduizmusban rejlenek, azok is képesek legyenek ezt megérteni, és olyan nyelvezetet használ, olyan hasonlatokat használ, amelyek igen számunkra, a nyugatiak számára is, vagy indián kívüliek számára is befogadhatóvá, emészthetővé teszi ezeket. Egy kis intellektuális erőfeszítés kell hozzá, mert a szanszkrit terminusok még mindig ott vannak, de ha valaki őszinte és megteszi az erőfeszítést, akkor nagyon jól követhető. És Prabhupádnak az értelmezése nagyon kristálytiszta, nagyon egyhegyű, nagyon egy cél felé mutat, a bhakti jóga felé, Isten előtti meghódolás felé, az odaadó szolgálat felé. Ez azért is érdekes, mert a Gítán belül többféle lelki folyamat kerül említésre, különféle jóga folyamatok, karma jóga, jnana jóga, dhyana jóga, különböző önmegvalósítási módok, amiket Indiában klasszikusan gyakoroltak az emberek, és ebből kifolyólag a Gita felszínes olvasói néha azt gondolják, hogy a Bhagavad Gita ez valami vallásos utaknak a sokféleségét írja le, és egy ilyen liberális megközelítést hirdet, hogy mindenki csináljon, amit akar, aki meg akar, az maradjon az ágyába, az is ugyanán jó. De nem, a Bhagavad Gita vezet bennünket a bhakti jóga felé, és minden más folyamat, mint egy kis patak, ami a folyó vagy az óceán felé folyik, úgy vezet el bennünket e felé a legfelsőbb cél felé. És Prabhupád értelmezésében, magyarázatában mindez nagyon világos, nem pedig olyan szerteágazó vagy érthetetlen, mint néha a nyugati fordítók számára, és az ő fordításuk által nekünk tűnik. A Mahábhárata-n belül a Bhagavad Gita-t Sanjaya mondja el, aki a titkára Dhritarashtrának, a vak királynak, Sanjaya különleges látnoki képességgel látja azt, hogy mi történik messze onnan, a kurukshetrai csatamezőn, ahol Sri Krishna beszédet intéz Arjunához. Ki ez a két szereplő? Ők a párbeszédnek a résztvevői a Bhagavad Gita-ban, Krishna és Arjuna. Krishnáról úgy beszél a védikus irodalom,
mind a Bhagavad Gita-ban, mint más helyeken, mint az Istenség legfelsőbb személyisége. Ez a kifejezés azt jelenti, hogy igaz rá mindaz, amit Istennek a teológiai definíciói jelentenek, minden tudó, minden ható, minden élőlénynek a jó akarója, a világnak a teremtője, ugyanakkor ezen végtelen isteni képességei birtokában ő egy személy. És nem csak egy személy, aki egy gondolat vagy egy elme, hanem egy transzcendentális örök lelki testtel rendelkező személy. A Vaisnava filozófia nagyon személyes képet ad Istenről. Akihez pedig beszél, ez Arjuna, és mondhatjuk, hogy Arjuna képvisel minket a Bhagavad Gita-ban, aki személyes problémákkal küzd a kuruksétrai csatamezőn, és képviseli az ember általános tanácstalanságát és létbevetettségét. Itt vagyunk egy hatalmas univerzumban, nem tudjuk honnan jöttünk, nem tudjuk kik vagyunk, nem tudjuk, hogy mi az életnek a célja, mi történik a halál után, van-e Isten, milyen Isten, mi az emberi élet célja. Szóval Arjuna személyes tanácstalansága ezt a nagyon általános, egzisztenciális tanácstalanságot is jelenti. A konkrét helyzet, hogy Arjuna arra kényszerül, hogy részt vegyen egy jogos ütközetben, egy jogos csatában, a jó oldalon állva, az igazság mellett harcolva, de ugyanakkor a csatatér mindkét tér felén vannak olyanok, akit ismer, akiket szeret, vagy akikhez rokoni kötelek is fűzik. És bár az ellenfél végtelen sok ellenséges tettet követett el vele szemben és a családjával szemben, Arjuna együttérző és tanácstalanná válik, hogy most itt kövesse a harcosi kötelességét, vagy pedig engedje el az íját és hagyjon fel a harccal. Átélve a saját bizonytalanságát és döntésképtelenségét, Krisnához fordul, akit ő maga elfogad, mint a legfelsőbb személy, és itt a lelki tanítómester szerepébe helyezi Krisnát, azt mondja, hogy segíts te, most mondd meg, hogy mit tegyek ebben a helyzetben. És a Bhagavad Gita 18 fejezete, illetve az ezeket alkotó 700 versszak, ezek Krisnának a válaszai, Arjunának a kérdésére egy nagyon tág világnézeti körítéssel. Nem csak azt mondja Arjunának, hogy mit csináljon, hanem felvázolja azt, hogy kik vagyunk mi emberek, mi ez a világ, hogy kerültünk ide, miért vagyunk itt, mi a helyes cselekvés, és ebből kifolyólag hogy kell Arjunának cselekednie, és ezt érti meg Arjuna Bhagavad Gita végére. Szóval ez a Bhagavad Gita 18 fejezete, ebben a felosztásban szerepel már eledve a Mahábháratában, mindegyiknek van egy szanszkrit címe, amelyeket Srila Prabhupád ilyen módon fordított magyarra. A Gítának a érdekessége és az értéke abban is rejlik, hogy az szemléletmódja nagyon átfogó. Abban az értelemben, hogy az emberi gondolkodás nagyon sok területére, mondhatni, hogy minden lényeges területére kiterjed. És ezen keresztül, ahogy a filozófia különböző területeiről beszél, vagy mondhatjuk úgy, ahogy az emberi lét nagy kérdéseit válaszolja meg, egy teljes világképet, egy teljes világfelfogást rajzol fel, aminek van egy végkövetkeztetése. Szóval ez nem egy öncélú, nem egy köldöknéző filozófia, hanem ennek a megértésnek a birtokában, ugye, Arjuna végül is egy paradigmaváltáson esik át. A világias, érzelmekbe süllyedt gondolkodását kipótolja, ellensúlyozza ez a nagyobb képben való gondolkodás, a teljes képben való gondolkodás, és ennek fényében hozza meg a döntéseit. Ugye azt mondják, hogy Krisna Arjunán keresztül az egész világot tanítja, és éppen így mi a saját életünkre vonatkozóan szűrhetünk le gyakorlati következtetéseket abból, hogy a mi problémáinkat, a mi érzelmi helyzetünket, a mi kihívásainkat hogyan kezeljük, és milyen életcélt tűzünk ki mi magunk elé. A végső üzenete a Gítának,
ugye egy műben általában a végén van a konklúzió, szóval a Bhagavad Gita-ban is így van ez, a 18. fejezetben Krishna néhány versben nagyon egyértelműen megmondja Arjunának, hogy mit szeretne. Nagyon sok mindenről beszél, de végül elmondja, hogy mi az, amit tanácsol Arjunának. Így szól, gondolj mindig rám, légy az én hívem, imádj engem, és ajáld tiszteletedet előttem, és így kétségtelenül el fogsz jutni hozzám. Ezt megígérem neked, mert nagyon kedves barátom vagy. Mivel így egyes szem második személyben beszél Krishna, néha úgy is érezzük, hogy hozzánk személyesen szól, az üzenete az, hogy gondoljunk Istenre, legyünk Isten tudatosak, és hogy ennek legyenek gyakorlati következményei, éljünk egy vallásos emberhez méltó módon, ajánljuk rendszeresen a tiszteletünket neki, és cserébe Krishna azt ígéri, hogy vissza fogsz térni hozzám, el fogsz jutni hozzám, vagyis ki fogsz lépni a születés és halál örök körforgásából, amiben az élőlények senyvednek az anyagi világban, a reinkarnáció körforgásában, és el fogod érni a legmagasztosabb lelki célt. És Krishna mindannyiunknak mondja, hogy mindannyian nagyon kedvesek vagyunk neki, és mindannyiunkat vár vissza magához. A Gita univerzalitását, ahogy említettem, az okozza, hogy az emberi gondolkodás, az emberi filozofálás minden nagy területére vonatkozóan ad tanítást. Ugye itt nyugaton mi általában úgy gondolkozunk, hogy a görögökkel kezdődött minden. Ugye, és a filozofálás is, és soroljuk a nagy görög filozófusok nevét, hogy ki milyen kérdéseket tett fel, vagy milyen területen vizsgálódott, gondolkodott. A Gita érdekessége, hogy jóval azelőtt, hogy a görög filozófia egyáltalán szárba szökkent volna, már mindezekre a nagy kérdésekre választ ad egy teljesen koherens képben. A probléma az, hogy egy kicsit elfeledkeztünk ezekről a tanításokról. Most az elkövetkezőkben, ahogy a Bhagavad Gita tartalmáról beszélek, úgy fogok közelíteni hozzá, hogy a nyugati filozófia fő területei alapján közelítem meg. Tehát nem szanszkrit terminusok alapján, vagy olyan tradícióhű felosztás alapján, hanem ahogy nyugaton felosztották a filozófusok, hogy milyen fő területei vannak az emberi gondolkodásnak, 7 ilyen fő területet érintve mondom el, hogy ezeken mit tanít a Bhagavad Gita, és ezek szinte a filozófia egészét lefedik. A lételmélet, vagy az ontológia azzal a kérdéssel foglalkozik, hogy milyen létezők alkotják a valóságot. A két legalapvető megközelítés, hogy a monizmus, ami szerint csak egy szubstancia alkotja a valóságot, ilyen a materializmus is, ami azt mondja, hogy csak az anyag létezik, és az élettelenek, és az élők mind csak az anyagnak különböző kombinációi és működési formái. A másik nagy lételméleti felfogás a dualizmus, ami azt mondja, hogy nem, az anyagon túl létezik egy szellemi dimenzió, léteznek szellemi vagy lelki, transzcendentális dolgok is, mint például a lélek és Isten. A Bhagavad Gita egyértelműen dualista felfogású ebből a szempontból. A Bhagavad Gita-ban Krishna egyrészt beszél az anyagi világról, és azt mondja, föld, víz, tűz, levegő, éter, elme, értelem és hamis ego. E 8 együtt képezi az én különálló anyagi energiámat. Úgy nevezi ezt az egész világot, mint az ő energiája, az ő kiáradása, és azt mondja, hogy ezt az energiát lehet így kisebb részekre bontani, és megnevezi ezeket az őselemeket, amik közül az első 5, ez mondjuk úgy a látható, vagy a durva fizikai természet, a másik 3 pedig a finom testnek az alkotó elemei, a pszichikai működésünknek a komponensei. Ugyanakkor azt mondja, hogy ezeken kívül, az a durva anyagi és a finom anyagi elemeken kívül van egy másik felsőbbrendű energiám is, az élőlények, akik kihasználják az anyagi alsóbbrendű természet forrásait. Tehát Krishna azt mondja, hogy az élet, az élők radikálisan különböznek az anyagtól, nem levezethetőek az anyagból, anyagból nem lehet életet csinálni, az élet vagy a lélek egy önálló principium, és fölötte áll az anyagnak. És ebben a világban élő lelkek úgy viszonyulnak az anyaghoz, hogy próbálják azt élvezni, próbálják kihasználni. Miközben ezek a parányi lelkek, Krishna azt mondja, hogy ők is az én energiáim,
mint ahogy a tűzből pattognak ki a szikrák, ugyanúgy származnak a legfelsőbb lélekből, Istenből a parányi lelkek, vagyis mi magunk. Ez a 7. fejezetben olvasható a tanítás. A természetfilozófia a következő terület, amit érintek, ami ma nem szerepel a filozófia hivatalos aldisziplinái között, de 19.-18. században nagyon hangsúlyos része volt a filozófiának. Később ez beolvadt a mai természettudományba, és filozófikusan ezt kevésbé művelik, de a Gita a természetfilozófia kérdéseire is válaszol, ami alapvetően így fogalmazható meg, hogyan működik a természet, milyen erők mozgatják. És hát nyilván egy nagyon bonyolult világban élünk, és Krishna a lényegre mutat rá, nem pedig a fizikai törvényeket és állandókat sorolja. Azt válaszolja erre a kérdésre. Ez az anyagi természet, ami egyike energiáimnak, az én irányításom alatt működik, létrehozva a mozgó és mozdulatlan lények mindegyikét. Az anyagi természet törvénye alapján újra és újra megteremtődik, és megsemmisül ez a megnyilvánulás. Szóval annyiféle dolgot tanulmányozhatunk a világban, hogy hogy működik, mik a termodinamikának a törvényei, mik a vizek mozgásának a törvényei. Olyan részletességbe be lehet menni az egyes természettudományos területekbe, de Krishna azt mondja, ez az én irányításom. Mindez nem véletlenszerű, mindez nem esetleges, hanem egy legfelsőbb kontroll alatt zajlik. Én alkottam meg a rendszert, és én magam tartom fenn, én működtetem. Szóval egy nagyon határozott teista üzenetet ad. Az ismeretelmélet, vagy az episztemológia azt a kérdést vizsgálja a filozófián belül, a modern filozófián belül, hogy mi a tudás. Minden tudással kapcsolatos kérdés ez alá, az alterület alá tartozik, és hogy hogyan juthatunk megbízható tudáshoz. Erről Manjari Mataji a bevezető előadásban is beszélt. Amikor Krishna tömören foglalja össze a tudást, mi a tudás, miről érdemes tudni, mi a leglényegesebb tudás. Annyiféle iskola van, annyi mindent lehet tudni, ugye Srila Prabhupád azt mondta, de hol van egy egyetem, ahol a lélekről szóló tudományt oktatják? Ugye akkor nem volt, szerencsére most már legalább egy főiskola van, a Bhaktivedanta főiskola, de Krishna így válaszol erre, hogy mi a tudás, mi az igazi tudás? Megérteni ezt a testet és annak ismerőjét. Ugye az ismerő itt a tudatos önvalót jelenti a testen belül, minket, magunkat. Ugye különbséget tesz nagyon világosan a Bhagavad Gita a test, és a testet mozgató örök élő erő a lélek között. És Krishna azt mondja, az igazi tudás, a lényeges tudás az életben ez, hogy képesek vagyunk elválasztani magunkat a testünktől. Tudjuk, hogy nem a testünk vagyunk, hanem a testünkben vagyunk. Ez a leglényegesebb tudás. És hogy mélyíthetjük a tudásunkat, hogy ültethetjük át a gyakorlatba? Fordulj egy lelki tanítómesterhez, úgy próbáld megismerni az igazságot, tudakozódj tőle, alázatosan és szolgáld őt. Az önmegvalósult lelkek képesek tudásban részesíteni téged, mert ők már látták az igazságot. Ez pedig a parampará, vagy a tanítványi láncolat elve, amiről szintén szó esett, hogy nagyon személyesen egy élő lelki tanítómestertől, aki már csak nem csak elméletben ismeri ezt a tudást, hanem az életében alkalmazza, tőle próbáljuk megérteni a megfelelő szellemben. A vallásfilozófia szintén fontos része a filozófiai gondolkodásnak, ami egyes vallásoktól, tehát a világvallásoktól elkülönítve vizsgálja filozófikusan, logikusan a vallás által feltett kérdéseket. Mondjuk úgy, hogy az Istennel kapcsolatos kérdéseket főképpen, mit tudhatunk Istenről? Hát a Bhagavad Gita egy tárháza az Istenről szóló információknak, milyen tulajdonságai vannak, vagy hogy milyen szinteken, milyen fokozatokon keresztül lehet őt megérteni. De ha most csak egy verset kell kiemelnem a Gita tanításai közül, akkor ezt halljuk. Bárhol legyen a vallás gyakorlása hanyatlóban és fölényes túlsúlyban a vallástalanság, alászállok én magam. Tehát Isten képes arra, és ezt megteszi, hogy az emberiség lelki felemelkedése érdekében időről időre alászálljon a világba, és felelevenítse az emberiség lelki tudását, amit hajlamosak vagyunk elfelejteni. Az etika, a következő terület, mi a helyes és mi a helytelen, teszi fel ez az erkölcsről szóló gondolkodás.
A 16. fejezete a Gítának szinte teljesen az etika területével foglalkozik. Egyszerűség, erőszak nélküliség, igazmondás, mentesség a haragtól, békesség, kedvesség, szerénység, megbocsátás, kitartás, tisztaság, ezek a tulajdonságok az isteni természettel megáldott ember jellemzői. Ezek a követendő tulajdonságok, viselkedésformák. Büszkeség, dőjf, önteltség, düh, durvaság és tudatlanság, ezek a tulajdonságok tartoznak a démoni természethez. Szóval nagyon világos határvonalat húz Krisna a helyes és a helytelen viselkedésmódok között egy abszolút szemszögből, ami aztán a védikus jogrendnek is az alapját képezi. Az elme filozófia egy ma népszerű iránya a filozófiának. Az elmével foglalkozik, mi az elme, mi ez a képességünk a gondolkodásra, és hogyan áll kapcsolatban a tudatunk, az értelmező képességünk a fizikai valósággal. A Gita sok-sok verse érinti az elme témáját, egyrészt elhelyezi az elmét a valóságban, azt mondja, hogy az elme magasabb rendű az érzékeknél, de alacsonyabb rendű az intelligenciánál, a finom fizikai testünk, a tere a gondolkodásainknak, az érzelmeinknek és a vágyainknak. Ugyanakkor a Gita nem csak leíró módon beszél az elméről, hanem azt is elmondja, hogy milyen a tipikus működése az elmének, és milyen a kívánatos működése. Mert hogy szeretné átvezetni Arjunát is, hogy az elme tipikus lamentálásra vagy bizonytalanságra való hajlama ellenére ugye uralkodjon az érzelmein. És az elmével kapcsolatban nagyon sok gyakorlatias tanítást, tanácsot ad a Bhagavad Gita. Végül pedig, nem utolsó sorban, a politikai filozófia is tárgya a Bhagavad Gita-nak, nyilván nem ezzel a címkével, de ahogy ma a politikai filozófia teszi fel ezt a kérdést, vagy évszázadok óta, hogyan szervezzük a társadalmat, hogyan éljünk együtt mi emberek, Bhagavad Gita nagyon tömören erre is válaszol. Krisna azt mondja, hogy az emberi társadalom 4 osztályát én teremtettem, az anyagi természet 3 kötőereje, és a rájuk jellemző munka szerint. Beszél értelmiségi osztályról, beszél a társadalom irányítóiról, beszél a kézművesekről, vagy a kereskedőkről, és beszél az egyszerű kétkezi munkát végzőkről, és arról, hogy melyiknek milyen erkölcsi elvek alapján kell cselekedni, és együttműködni a többi osztállyal. Összegzésképpen, a Bhagavad Gita a világ egyik leghíresebb párbeszéde, amelyben Isten személyesen válaszolja meg az emberi lét legmélyebb, legfontosabb kérdéseit. Köszönöm szépen, ajánlom figyelmükbe a Bhagavad Gita-t, amit egyébként itt az előtérben is meg lehet vásárolni. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm.